A műsor média partnere a Népszava. Üdvözlöm Önöket, jó estét kívánok, Tordai Teri, a Bóta Café mai vendége, mindannyian ismerik, valószínűleg azt is tudják róla, hogy fiatal korában nyugatra került, hát ami akkor szinte hihetetlen volt, 23 nyugati filmnek volt a főszereplője, ebből aztán később itthon baja is lett, mert mindenfélével megvádolták, például azzal, hogy hát pornófilmekben vett részt, ő azt mondja, hogy hát ezek nem azok voltak, nyilván beszélünk erről is, de még inkább arról, hogy ez azért később befolyásolta a pályáját, nagyon bizonyítani kellett neki, hogy ő nem csak nagyon és roppant szép színésznő, hanem igazán jó színésznő, és aztán kiderült róla, hogy egészen frenetikus humora is van. Természetesen hívhatják ott, ahogy megszokták, 44513-49 vagy skype.tv.fixhd, és a Víg Színházba és a Pesti Színházba vannak jegyeink, mondom, hogy mikre jó embert keresünk, ugye Eszenyi Enikő főszereplésével Julius Cézár, Tévedések vígjátéka, ez volt a Víg Színház, és akkor a Pesti Színházba két úr szolgálja a Goldoni vígjáték, Kellékes, ugye Kern Andrással, aki még nem látta, és az Ünnep című produkció Eszenyi Enikő rendezésében, és Hegedűs D. Géza egészen frenetikus játékával. És akkor Tordai Teri. Mondtál te egy furcsát, hogy te aztán igazán tudod, hogy mi a másság. Mert hogy ugye itt a keleti blokkban te egy feltűnően szép nőnek számítottál, magasabb is voltál az átlagnál, a 176 centiddel, és a családod is nehezen fogadta el, hogy te kitűntél közülük. Édesapád, édesanyád is állítólag alacsony volt, sőt, ha jól tudom, édesanyád soha az életben nem volt téged hajlandó megnézni színpadon, pedig nagyon sokáig ért 93 évesen. Szóval, hogy ez már rögtön előrevetít egy nagyon izgalmas és konfliktusokkal teli sorsot is, nem? Igen, valóban így van. A vicc az egészben, hogy nekünk még, amikor minket fölvettek a főiskolára, be kellett menni a minisztériumba acélelvtárshoz jelentkezni. Acél György, aki a kultúra igen, ez volt. Olyan viccnek tűnik most, hogy lejelentkeztünk, hogy kik azok, akik fölvették, jó osztály voltunk minden, és soha nem felejtem el mai tehát napig. A kezdőként 18 évesen? 18 évesen. És ha jól emlékszem, valamit minket, mondott is neked Acél. Azt mondta nekem akkor acélelvtárs, azt mondja, elvtársnő, kérem szépen, arra kérjük, hogy ne kövesse azt a züllött nyugati példát, nehogy magából is Bridget Bardot legyen. Na most olyan édes volt, nagyon rossz példa, fölöttébb rossz példa. De tudod, az a boldogság, hogy fölvesznek a főiskol, és ezzel én nem foglalkoztam, hogy Bridget Bardot, én nem is tudom, hogy láttam-e akkor Bridget Bardot filmet, de most így visszagondolom, ez borzasztó szórakoztató, és nem tehát már akkor engem féltettek attól, hogy nehogy elzüljek azon a rohadt kapitalista nyugaton, nem kellett félteni, mert itt éltem, itt jártam a főiskolára, ide kerültem a Nemzeti Színházba, de mit ad Isten, milyen furcsa az élet, valóban jöttek az úgynevezett kapitalista filmrendező, a bécsi osztrák rendező, az Antel úr, és itt csinálta a Wirtinanderlán című filmet, a Susan filmet, majd jóval később, és valóban itt fedeztek föl, úgyhogy utánam nyúlt az a züllött nyugat. De... Igen, ugye, ha úgy tudom, hogy először csak egy epizód szerepre igen. Hívtak ki, arra is csak próbafelvételre. Csak próbafelvételre. És a Nemzeti Színházban üdülőjében üdültél igen. A Balatonon, és állítólag egyszerre megjelent egy nagy fekete autó, igen. És benne valami négy elvtárs. Igen. És a rendező kiderült, hogy levetítették azt a próbafelvételt, mert abban volt francia, olasz, német, osztrák pénz, és akkor
ez most olyan jónak tűnik, hogy fölfedeznek egy keleti blokkból egy kislányt, de mikor már aztán én beszéltem kicsit a nyelvet, mert munka közben megtanultam, kiderült, hogy azért ezek az üzletemberek ravaszak lehettek, mert eredetileg az Ursula Andressnak akarták adni a főszerepet, és szerintem ő drága volt. És azt mondták, hoppá, itt ez a magyar kislány, jó színésznő, jó néz ki, és mivel a koncertiroda kötötte nekem a szerződést, tehát nem én kötöttem, a koncertirodában meg fogalmuk nem volt, hogy mennyit ér egy főszerepnek a pénze. Nem beszélve, hogy az első Suzanne-ért én forintot kaptam. Tényleg? Igen, igen. Mert hogy egyébként állítólag jó részét itt Magyarországon az forgatták itt, magyar stábbal. Igen, az egészet itt volt. Szendrő Józsi bácsi, Komlós Juci, Esztergályos Cillék, mint végző főiskolások, Gornagymani, Bárdi Gyuri, mindenki jóformán, elég nagy szerepekben magyarok voltak. És ez a film akkor, én visszamentem a Nemzeti Színházba, mert ott játszottam, és egyszer csak kaptam a hírt, hogy az elvtársakkal, a filmes elvtársakkal ki kell menni Bécsbe a Saherba, mert a film megnyerte a leglátogatottabb filmek listáján, az első lett a négy országban. És ez nem tévéfilm volt, ez nagy film volt. Nagyon valami szobrot kaptam, szóval pénz semmi különösen, és akkor átvettem a szobrot, Isten, még mindig nem tudtam semmit németül, és akkor visszajöttem, és folytattam tovább a Nemzeti Színházban a munkámat. Amikor... De várjál, akkor hogy mentek a forgatások, hogy bemagoltad a szöveget, elmondtad, és akkor alászinkronizáltak, vagy? Nem, először ugye és volt egy tanárom. Érted, azt se nagyon értetted, hogy mit válaszol a partnered? Vagy? Igen, ez egy jó kérdés tőled, mert ez volt a legnagyobb hiba, amit most már a fiatal színészek nem, remélem nem követnek el, hogy mivel anyuka megtanította nekem este, hogy Good Morgan. A mamát tudott németül, a mama tudott németül. És akkor bementem reggel, a Giustini volt a sminkes, meg a Pascal Petit, meg minden, és elfelejtettem a Good Morning, és ilyen jó szégyellem, de ilyen bunkó módra, legyültem, és gátlás volt, kifestett engem a Giustini, aki különben a Sophia Lorennek a sminkese volt, szóval egy nagyon, nagyon belevaló erős táv volt. És akkor a Pascal Petit várt egy hétig, és feljelentett a Hungaro filmnél, hogy jó, hogy ez a magyar kislánya főszereplő, de köszönni nem tud. Egy életre megtanultam, mehetek én Kínába, bárhova, én, ha nem jut eszembe, akkor azt fogom mondani, hogy jó reggelt kívánok. Tudod, mert ez egy gátlásból jön, hogy az ember nem köszön, nem csinál egy kontaktust. Sok mindent megtanultam. De eleve milyen volt ez neked, hogy belekerültél ide hírességek közé, meg egy ilyen stábba, miközben te egy egri vidéki kislány voltál. Én már eleve azt nem értem, nem tudom, hogy te tudod-e, hogy ez hogy alakult ki, hogy ilyen nyugatias kinézeted igen. lett, mert azért ez egy mentalitás is, tehát ez nem csak kinézet, igen. hanem, tehát hogy te kirittál ebből az egész keleti blokkból, és egy ilyen nyugati sztáralkat lettél. Tehát az hogy lett ebből a gátlásos vidéki kislányból? Igen, ez érdekes, mai napig nekem jóformán az egyik kedvenc filmem, a Mihály filmre rendezte Utak, ahol egy szerencsétlen lelenc kislányt játszottam, aki baktatott ott egy ócska bikinébe a Dunaparton, és a Hámori Otto írta különben a filmszínház Muzsika főszerkesztője a darabot. Cannes-ba nyerte a televíziós filmeknek, megnyerte az első díját, ez az Utak című film, és ez volt nekem az Esős vasárnap után az első. És akkor én jó úton, mert egy kis kócos szerencsétlen, és összetalálkozik a Lőte Attila játszott egy munkás fiúval, annak a barátnője lesz, és fölkarolja őt a Kállai Feri és a Váradi Hédi által játszott házaspár, kinevelik a kislányt ilyen érzébe, és tulajdonképpen autókarambolva. Most az volt igazából, amilyen én 20 éves koromban voltam, egy lakli, jóhumorú, kicsit esetlen. Képzeld el, hogy ugyanilyen magas voltam, és voltam 48 kiló. Aha. Szóval... figyelj ide, itt most mutatnak belőled. Ez meg az eső. Béres Ilona, és Béres Ilona milyen fiatalon. Itt voltunk együtt, Kálmán Gyurival, igen. Igen, mint rossz lány. Itt egy rossz lány voltál? Igen, én már igen, nem emlékszem igen. igazán. Igen. Nagyon rossz? Bocsás bácsi, elvtárs, én nem tudom, hol az
Hát igen, itt is kimagasodsz a többiek közül. Abszolút kimagasodsz. Úgyhogy... Szóval így volt, tudod, hogy ezen a pályán az ember kezdetben mást gondol magáról. Tudod, Pártos Géza például nagyon... Ő volt az osztályfőnököd, ő volt az osztályfőnököd, nagyon szerette, ő is engem. Ő jobban meglátta, hogy az a setes utaság, ami, hát most már olyan asszonyos vagyok, de kezdetben, és ebből volt a humorom is, tudod, hogy lakli voltam, hogy idétlen, nem, aztán úgy tudomásul vettem, hogy hó, hát akkor én ilyen femme fatale vagyok, mint a Pendragon legendában, vagy, de például a Susan filmben odafigyeltek, és utána például fiú szerepet játszottam. Volt olyan Susan, a harmadik, amikor volt egy nagyon híres színésznő, a Bécsnek a híres színésznője, egy magyar kislány jön barna coffal, az is én voltam, és egy harmadik fiú szerep is volt, akkor már elkezdték rám írni a szerepeket, tudod? Ezek mai napig mennek különben, ez a Susan, mert valami 6 vagy 7 csináltunk belőle. Tudod? Nagyon régóta vár egy telefonáló, köszönöm a türelmet. Toddai Teli, Bóta Gábor, jó estét kívánok! Jó estét kívánok, Barát Tibornél vagyok. Hú, de alig-alig halljuk! Barát Tibornél vagyok. Most már isteni. Gazdagrétről. Hát mi mást említhetnék? Sok szeretettel üdvözlöm a művésznőt és Bóta urat, de mi mást említhetnék, mint a szomszédokban láttam a művésznőt, és a most mutatott esős vasárnapot legalább 10-szer megnéztem. Ez 10-szer? Ez kapcsolódik hozzá, mert amikor ez a film készült, akkor én olyan 18 éves gimnazista voltam, és osztálytársaim statisztáltak a filmben. Úgyhogy aztán sokszor megnéztük az egész osztályt. Hát köszönöm szépen, hogy ezt elmondta. Köszönjük. Természetesen jár a két jegy a színházba. Szépen. Vagy a Pesti színházba, és akkor várjuk az újabb telefonokat, vagy Skype-okat, ígérem, hogy egy picit gyorsabban igyekszünk beadni őket. Jó, de összesét, tehát akkor neked eleve meg kellett tanulnod azt, hogy te egy baromi vonzó szexis nő vagy, tehát hogy erre a szerep hozza, tudod? Hogy hát azt rá azért... kellett jönnöd, hogy jé, én nem az a suta lakli vagyok, hanem egy igéző nő, akitől még félnek is a férfiak, mert aztán tudom, hogy ebből gond is volt, hogy egyszerűen annyira nagy nőnek tartottak, hogy nem mertek hozzád oda menni. Hát igen. De tudod, így visszanézve, meg kell azt szokni, hogy mit gondolnak beléd a rendezők, tudod? Uh-huh. Ezen az a pályán nem könnyű dolog, hogy te magadról mást képzelsz el, de a rendező téged másnak lát. Uh-huh. És azért vagyunk színésznők, és igazából az a jó színész, akiben van egy gyerek, és bennem ez a gyerekség megmaradt. És hogyha azt kikiáltják királynőnek, vagy femme fatale-nak, akkor azt játsza. De nem marad ugyanabban, és szerencsés voltam, mert ahogy hirtelen kiemelt engem ez a furcsa közeg, ez a pénzes világ, világsztárok, Heinz Rühmann, és mindenkivel forgattam, aki akkor Európában sztár volt. Hát még a Derrickkel például. Horst Tappert. Igen, ebben a Kapitány című filmben, és utána derült ki, hogy egy kis pont van a múltján, ő neki a kis SS, de Isten nyugosztalja, meghalt, de akkor erről nem tudtunk, és akkor abban Johanna Matz, mindenki benne volt, tehát nagyon sok értékes emberrel dolgoztam én. Tehát látod, egyszer csak az élet ide dobott. Utána ugrok egyet, hogy később igazából olyan sokat beszélünk most az alternatív színházról, látod, ugrottam egyet. Nem baj. De az jut eszembe nekem például, hogy úristen, az első alternatív színházat a Jancsó csinálta, mikor a Hasfelmetsző Jacket csináltuk a Várba, ami teljesen madaras Josti, iglódi. Ez hát körülbelül már a 25. színházban ő rendezett. Rendezett, de... Szelket, Vörös Zsolt. Igen, de utána ez a teljesen rendhagyó, hogy én például a Watson
Watsont játszottam a Hasfelmetsző Jackbe, a Sherlock Holmes és Watson. Tehát látod, itt már bejött az, hogy nő játszik férfi szerepet, tehát ebben is megelőztem a koromat. Az izgalmas volt. A Gál Erzsivel, mikor forgattam Lila patkányok közt az éjjeli menedékei, tehát életem lényegében úgy alakult, és ez nagy szerencse, hogy különböző típusokat, különböző rendezői elképzelésekben részt vettem, és ez jó. De várja még, azért menjünk vissza oda nyugatra. Jó. Mert azért 23 film az nem semmi. Szóval, hogy érezted ott te magad? Tehát, hogy jól érezted magad ebbe a nyilván számodra teljesen idegen pénzvilágban, ahol valószínűleg te is egy termék voltál, akivel sikerül eladni azt a bizonyos filmet. Tehát, hogy kezeltek téged? Azt is tudom, hogy egy idő után eleged lett belőle. Igen. Tehát ugye önszántadból jöttél haza. Tehát, hogy ez hogy volt, hogy mennyire tanultál meg aztán németül? Igen, tehát munka ilyenek. Alatt volt egy zseniális szinkron hangom, mert amikor néha elküldték a filmet és megnéztem, teljesen hasonlított rám. Szerintem többet kapott, az egy nagyon nagy színésznő volt Kína-Ausztriában, tehát többet kaphatott a filmén, mint én, aki látszottam a képen. Utána olyan fél időben a 10-12. Filmnél már én magam beszéltem, sőt, mikor befejeztem, akkor Kölnben tévészínházat csináltunk. De igazából az accent, a nem tiszta kiejtés megmaradt. Kérdeztem, hogy mihez hasonlít. Azt mondták, hogy a franciához, a franciák beszélik így a németet. De ez egy olyan akadály volt, hogyha én senkinek eszébe nem jutott volna komoly drámai szerepet adni, mert nem passzolt össze. Vagy ha színházat akartam volna csinálni, nem lehetett volna komoly szerepet adni. És filmen ez miért ment bele? Ugye filmen is sokan, tehát nagyon kevesen csinálnak kint magyarok közül színészek ugye karriert, és ez fő akadály az akcentus. Tehát, hogy általában csak ilyen bevándorlót játszhat, vagy nem tudom. Igen. Tehát nálad ez miért nem? Tehát ezt nálad miért fogadták el? Nem tudom, lehet, hogy megszokták, ugye a teritordai valahogy szerették ezt a jelenséget. Mert ezt hogy a te akkor ottan országosan, sőt több országosan. Igen, tehát igen. Téged megismertek az utcán, nem? Igen, ha végigmentél Bécsbe, igen, akkor téged igen. Mindenki, nem? Tulajdonképpen most, ha erőm lenne, akkor tudnám folytatni, mert nagyon ritka az, és erre végtelenül büszke vagyok, és az egyik nagyon legokosabb döntésem az életemben, hogy hazajöttem, mert azért az egy nagy daráló a kinti dolog, úgyhogy az én korosztályomból világviszonylatban nagyon kevés színésznő van, hogy a közönség úgy is tudja, hogy 73 éves vagyok. Tehát az nagy dolog. Itt játsz, ez miből? Ez a Susan? De ez nem én vagyok, ez a Pascal Petit. Igen? Na hoppá. Ez itt a Bűntornya, az egy Dumas film, és ott a királynő én vagyok, igen. Ez a Harald Leibniz, az a németeknek a leghíresebb színésze. És de az te vagy, a színésznőként te voltál. Ez nem én vagyok. Úgyhogy... De akkor hasonló jellegű jelenetekben voltál. Igen, jellegű jelenet. És, de ez a szép dolgok is voltak, amikor, nézd, a legnagyobb probléma az volt, Gábor, hogy ugye ott volt a vasfüggöny, és most, amikor bárki ki van, mindenki jöhet, újságíró bárki elkövet, szóval követheti a színésznőt. Például a Konstantin Bált én nyitottam meg a Kurt Jürgenszel, én mint gesztár, és volt egy asztal, ahol ott ült a Lili Palmer, Jean-Claude Brialy, Helmut Berger, tehát borzasztó nemes vadnak tekintettek, de én rettentő nyugtalan volt, nekem idegen volt az a világ. Tudod, annyira más volt. Ott azért, hogy is mondjam neked, itt jobb színésznek lenni. Ha fönn akarsz maradni, nézd meg, ha belegondolsz, a Helmut Berger hol van, akkor kezdett, hol van a Santa Berger, és egy csomót sorolhatnám neked. Jó, hát ilyet itthon is lehet mondani, hogy hol van az, aki nagyon jól indult. De nem, mert az én korosztályom, bárkire gondolsz, nagyon jó munkaképes kondícióban vagyunk. Igen, mert azt tudom, hogy te, ha teheted, akár egy napra is hazajöttél,
és mondjuk elmentél a Vígbe, vagy ide-oda, és bámultad a volt osztálytársaidat, halászüdított Bélesen, jé, ők Csehovot meg Shakespeare-t játszanak, és tudom, hogy vágytál nagyon, rá. Nagyon. Miközben ott kint meg ünnepelt sztár voltál, csak szerettél volna ilyen rendes színházi színésznő lenni. Igen, ez volt az egyik, hogy most ugrom egyet, hogy például a Skalla lányokban ezt hozom vissza, ezt akartam neked elmondani, hogy azt nagyon kevesen tudják, hogy amikor tényleg Volvo kocsim lett egy 55 négyzetméteres örök lakásom, nagy dolog volt, és mikor elmentem az Ilit megnézni, Béres Ilit a Bolha filmbébe, vagy az Ajtóba, valami olyan egészséges irítség volt bennem, hogy az volt nekem az igazi élet, és nem az, amikor megnyitottam a Konstantin bált. Ezért én mérhetetlenül jónak tartom kipróbálni, most már, hogy nincs a vasfüggöny, meg nyelvtudás is van, ki kell próbálni, mi az a kinti tempó. Nagyon sokat tanultam, fegyelmet tanultam, szorgalmat tanultam, például nem mertem, ott volt a szállodai szobámban a bárszekrény, és nem mertem inni, csak néztem egy kis pezsgőt, mert az volt bennem, hogy abban biztos valami purgatópor tesznek, mert én képzeld el, ilyen dolgokat elhittem, mint a Coca-Colát elhittem, hogy abban beletesznek valamit, hogy én velem valamit. Hát ezzel itt etettek minket, tudom, amikor bejött a Coca-Cola, mi is nem mertük inni. Állandó vigyázálásban voltam, egy kisebb rendűség érzéssel, még 5 év után is, és 5 év után azt mondtam, hogy elég, mikor 30 éves lettem, és befejeztem. Tudod? Úgyhogy, de ezt ki kell próbálni, nagyon sokat tanul az ember, és igazából ezzel az alkattal, ahány éves vagyok, és amilyen színésznő vagyok, dolgozhatnék kinn is nyugodtan, nem lenne probléma, színházban nem, filmen igen, de az az érzésem, hogy a film itt is be fog jönni, ez hiányzik nekem, ez az egy. Akkor utáltam filmezni, és azt mondtam, színház, és most pedig vágyom egy kicsit filmezni, tudod? Mm. Akkor újabb telefon, jó estét kívánok! Jó estét kívánok, szeretettel üdvözlöm Önöket, és nagyon-nagyon tisztelem a művésznőbe, hogy annyira szerény és alázatos, és egyáltalán ez a szépsége pedig a mai napig is felülmúlhatatlan. Köszönöm szépen! Mondd, én a filmjei meg a színházi darabjai mellett, amit rengeteget tudnék sorolni, egy interjúját hallottam, amiben elmondta, hogy Egerben nőtt fel, igen, és a nagymamájától tanult főzni, mosni, stoppolni, befőzni. Igen. És emlékszik még arra, hogy milyen finom volt a zuhorka, ami mindig az ablakban volt a nyáron, meg a lekvárok, minden, meg a tartármártásba verhetetlen. Így van. Köszönöm. Én is köszönöm szépen. Jár a két egy Vígszínház, egy Pesti Színház, és ez várjuk az újabb hozzászólókat. Hogy terjedt el az, hogy, és volt-e bármi alapja, hogy végül is te akkor pornófilmekben vagy? Nézd, de most olyan nyitott téma az egész világon, és nálunk is olyan nyitott téma lett ez a pornó. És olyan sok kislány olvasom az újságban, hogy de megtérek, és más csinálok, mert minden, nekem ez végtelenül furcsa, hogy ezt kidobta be, ezt a témát. Mert de nem ezzel, lehet tudni? Nem, és nem is érdekel, tudod? Uh-huh. Azért ez egy de olyan de majdnem ketté vágta a karrieredet. Igen, tehát amikor hazajöttél, igen, ezért nem fogadott igen, vissza a szakma. Igen. De tudod, én ezt úgy teszem helyére, hogy akár a sportolóknál, akár az operaénekeseknél, de lehet ezt még, hogy is mondjam neked, aki valamiben extra Magyarországon. Ez egy természetes dolog, hogy elment, miért jön vissza, és elfoglal egy helyet. Én ebben nem találok semmit. Ezt meg kell szokni, ezeket az akadályokat át igen, kell ugrani. Igen, csak akkor, amikor ez veled történt, akkor még mással nem nagyon történt most megmondom őszintén, hogyha nem tudom, azt hiszem most már van, hogyha kint például egy színész megkérne, hogy csináljanak neki ilyen rossz reklámot, tudnék olyan becsületsértési pert lehetett volna elindítani, nem volt még személyiségi védelem. Hát akkor még ilyenek
tudod, ekkor nem volt, tehát ez most mindenkire ráfér, tehát de, politikusra, szóval olyan mértékben lehet belenyúlni emberek magánéletébe, hogy igenis most már van egy jog, ami megvédi. Az kegyetlen voltam, hogy lemészám valahova játszani, és ott ülnek a nénik, és az van elterjedve, hogy hú, ez pornózott kint. Ez egy nagyon veszélyes és rossz dolog volt, túltettem magam rajta. Te vagy, ugye? Igen, ez én vagyok, pontosan. Hát azért meglehetősen vadítóan nézel ki, azt kell, hogy mondjam. És a Pendragon legendából legjobb beadni a részt, mert olyan mesztelen egy filmbe se voltam. Azt direkt kivettem magamnak megnézni, mert azt közben csináltam itthon, amikor valami, nem is tudom, hogy... kriptába mászkálok, hogy hívjákba, de ez, tudod, meg kell nézni, az nehéz dolog ám, hogy csinálsz 26 filmet, és még mindig ezeknek az embereknek vagy valakik. Az nem lehet ám, én nem voltam Emanuele filmeknek, nem is akarom a kislánynak, vagy színésznőnek a nevét kimondani, szóval az nem egészen úgy van, mert a Heinz Rühmann és ezek nem forgatnak, az egy teljesen más világ. Jó, de tehát nem lehet kettő, vannak esetleg szexfilmek, de azt a kettőt összekeverni nem lehet a most azt mondják itt az újságban, hogy felnőtt filmeknek, ezek nem felnőtt filmek voltak. Jó, de akárhogy vesszük, végül is te a Nemzetiből fizetés nélküli szabadságra mentél, és nem vettek vissza. Nem vettek vissza. Ami hát nyilván eszelős trauma volt. Igen. Hiszen azért jöttél vissza, hogy igen, legyen Csehov és Shakespeare, és ha nem mész el, akkor nyilván ez lett volna igen, a sorozatban. Igen. Tehát ettől neked egészen máshogy alakult a pályád. Nem árt az a most így visszatekintve, hogy éppen olyan jó állapotban vagyok, meg jól érzem magam. Visszatekintve nem volt baj ez a sok akadály. Megedzett arra is, hogyha valahol nem kellek, keresd meg máshol a helyedet. Igen, ez egy pofon volt, és nem maradtam itt Pesten és szinkronba menni. Hát Pécsre és kellett. Hanem lementem Pécsre, ahol ott volt a Timár Éva, a Bújtor, Mádi Szabó Gábor, Pásztor Erzsi, Holpista, csodálatos volt. És megcsináltuk a Gorkinak az ellenségekét. Kézdi Gyuri volt a főszerep, Linka Gyuri még élt. Arra voltam kíváncsi, hogy tudok-e még úgy beszélni, hogy egy Gorki szerep. És hála Istennek bejött. Utána csináltam egy Hernádi Gyula szerepet, Síkferi volt a főrendező akkor. Tehát azt láttam, hogy hoppá, jól tettem, hogy hazajöttem. És boldog voltam. Igen ám, de ott volt az örök lakásom életemben először, és az Abodi Béla akkor csinálta a Vidám színpadot, egy kicsit megújították. Léner Péter volt a főrendező, és akkor a Bősze Gyurival följöttünk Pestre a Vidám színpadra. Az nagyon izgalmas volt, mert a Kazal Laci meg a Kabos Laci, Isten nyugosztalja őket, mindig úgy hívtak, hogy poéngyilkos. Tudod, mert a főiskolán azt nem tanultam meg, hogy kell egy poént. Úgy oda csapni, hogy kimész, és akkor tapsol a közönség, és mindig álltak át, azért Terry, a poéngyilkos. Ott is tanultam valamit. Énekelni kellett, és ezek óriási színészek. És most egy olyan örömért, és olyan megható volt. Együtt öltöztem egy öltözőbe Csala Zsuzsával és a Lórán Lenkével. És most, amikor kiváló művész lettem, így ültünk egymás mellett a Lenkével, és megfogtuk egymás kezét, és minden eszünkbe jutott, hogy nagyon sokat tanultam tőlük. Hát a Lenke egyszerűen zseniális. Látod, ez is egy olyan iskola már abban a székben. Ez is egy olyan iskola volt, amire nem számítottam. Aha. Egy teljesen más műfaj. És akkor én elmentem acélelvtársot megkérdezni, a Lili megszületett a Vidám színpadon, és egy már éves mint, volt. Hogy a lányod? A lányom. Aki színésznő szintén. Igen, és akkor megkérdeztem acélelvtársától, hogy követtem-e el politikai vagy erkölcsi hibát, hogy nem tudok visszakerülni prózai színházhoz. És akkor azt mondta, hogy hát igen, följelentettek, de ellenőrizték, nem árulták a mesztelen képei, miatt a Kertner Strasszén. Igen, mindenki följelentett, nem baj. És azt mondja, hogy ha valaki szereti ezt a pályát, türelemmel kell csinálni. Nagyon kedves volt. Elbúcsúztunk, két nap múlva csengett a telefon, és Gyurkó László meghívott a Várszínházban. És akkor életem három
egyik leggyönyörűbb éve volt, ha nem azt mondom, hogy a legszebb. Együtt voltam Iglódival, együtt voltam Jordán Tamással, együtt voltam, ugye oda kerültek a kecskemétiek, a Ruszték, Gábor Miklós, Rosséva, ez a sorozat, ő onnan a színészek, a 25. színházból a színészek, Andorai Péter ott volt, Jobba Gabi még élt, ott volt. Egy óriási, nagyszerű társulat volt, és megcsináltuk a Vízkeresztet, a Zsöné cselédekét, Vasévával, Jobba Gabival, és akkor visszaállítottam arra a pályára, amit igazából szeretek. És akkor újabb telefon, jó estén! Jó estét kívánok, szeretettel üdvözlöm Önöket, Zsibanecs Gabriella vagyok. Azt szeretném megkérdezni, hogy én láttam, illetve az én két kedvencem, a Névtelen Vár volt, meg a Bob Herceg, hogy melyik hangulatát szerette jobban, ezt a zenés bohémot, vagy inkább a kémnő szerepét? Mind a kettőt szerettem, de most, ha megkérdezte, most hirtelen a Bob Herceget, azért fogom mondani a Bob Herceget, mert épp napokban mondtam, hogy a lassan olyan idősek az unokáim, a fiúk haszontalanok, hogy lássák a nagymamát, bár nem fognak megismerni, az a gyönyörű, mert ha látnak régi képet, akkor főleg a barna a hajam, akkor azt hiszik, hogy az a mama, Horváth Lili a lányom. Mind a kettőt szerettem, a Névtelen Vár azért jött jó időbe, mert egy sorozat, akkor még úgy ritkán ritkaságos sorozatot csinálni, és azért köszönöm, hogy ezt mondta, mert ez a többek közt, ez a két film, ami meg fog utánam maradni, hogy milyen is volt a fiatal Tordai Teri, mert ezek azok a filmek, amik azt hiszem évtizedekig majd vetíthetők lehetnek, és az egy ajándék az életben, egy színésznek az életében. Köszönöm, hogy ezt mondta. Szeretne még valamit kérdezni, vagy nem? Na, igazából ezt szerettem volna megkérdezni, hát nincs mit, mert mondom, nekem ez a két nagy kedvencem, a mai napig pedig hát azért már okay. Köszönöm nem szépen. Akkor köszönöm a telefonját is, és jár a két jegy Víg Színház vagy Pesti Színház, és akkor várunk még természetesen telefonokat. Na, és akkor végül is József Attila Színház lett, mert ugye hamar szétment ez a Várszínház, furcsa konglomerátum is volt, mert a 25. Színházból, a Nemzetiből, a Józsefvárosi Színházból jött össze. Igen. A gárda, és úgy nem, azért nem illettek itt feltétlenül össze. Igen. Az emberek meg a dolgok. De tudod, mi jött közbe, Gábor? A Lili még óvodás volt, és az édesapja, aki a külkereskedelme gazdaságban dolgozott, elkezdett sokat utazni. És ott maradtam a Lilivel, és nem tudtam megoldani. És akkor engem az Elek Ottó, Föld Ottó hívott, akkor alakult a filmgyári társulat. Kálmán Gyuri, Garas Dezső, Törőcsik Mari, Bújtor, Monori Lili. Tehát egy egész hihetetlen csapat volt ott együtt. És hogy nem tudtam a színházhoz alkalmazkodni, és akkor én is elmentem az Andorai Péterrel együtt. Ez egy gyönyörű, 3 évig tartott. Ez alatt született a Mephisto a Szabó Fistával, a Találkozás, ami megint egy olyan film, ami 100 év múlva is vetíthető lesz, és abba benne lenni az egy ajándék volt. Hiába volt kis szerep, az olyan, hogy lemosta az én lelkemben a kincsinált értékében az egész film, a kincsinált 26 vagy 30 filmet. És a másik meglepetés volt, hogy a Bújtor Pista bízott bennem annyira, hogy a Székesfehérvári Színházban megrendezte a Vágyvillamosát. A Blanche-nál megkaptam az országos, akkor is volt, ami Pécsi Fesztivál most, és akkor is volt ilyen fesztivál, csak nem Pécsen, és akkor megkaptam a legjobb női alakítás díját. És az úgy sok mindenkit mellbe vert, mert ennyi kihagyás után nem gondolták, hogy azt a labdát be fogom rúgni. Igen, ez egy nagyon nagy szerep, ott egy valaha nagyon vonzó, de igen, már piáló, lepusztulóban lévő, igen, de még mindig nagyon nőt, igen, kell játszani. Igen, ez egy, igen, olyan szerep, igen, ugye a Tennessee Williams így darabban. Van, és én úgy tudom nézni a kolléganőket, hogy amikor én Eszenyi Enikővel láttam, amiből a Stella volt a lányom, a Horváth Lili, és a László Zsolt a Stanley, Tordi Géza rendezte, teljesen el tudtam vonatkoztatni attól, hogy én ezzel nyertem, nekem ez azért egy dicsőség volt, hogy hát azért színházilag is letettem, mert mérhetetlenül tetszett. De ezek azok a szerepek, hogy ahány színésznő játsza,
annyian vetítik bele a maguk életét és a maguk egyéniségét. Ezek az ajándékszerepek. Mondtad, hogy egyedül maradtál a lányoddal, és ez aztán később is valahogy jellemző volt rád, azt nyilatkoztad is, hogy te nem hiszel a horoszkópokban, meg ilyenekben, de hogy te bak vagy. Igen. És tulajdonképpen egész életedben magányos voltál, de ilyen nagyon energikus, nagyon. Igen, a bak egy végtelenül kitartó, igazából férfiaknak jó jegy, a nagyobbik unokám bak. Férfi. Ádám és Áron, Ádám jól emlékszem, Áron, a két igen, unok, igen. Hány évesek? Most 9 éves az Ádám, a nagyobbik, és 7 éves a kis, most még csak. És a Dórikáról nem szabad elfelejtkezni, aki most volt 3 hónapos, igen, Dóri, Lili, igen, úgyhogy hát ez nagyon teljessé vált a család, ami nekem nem sikerült, Lilinek sikerült, hál' Istennek, lekopogom 3-szor. Megmondom ezt, hogy van, hogy én úgy voltam, hogy 11 éves volt a Lili, amikor a édesapjával más irányt vett az életem. Színészekkel nagyon nehéz élni, ahhoz szeretni kell ezt a szakmát. Azért mi bohócok vagyunk, mi könnyelműek vagyunk, mi gyerekek vagyunk. Ha azt egy privát, másképp gondolkozó, más foglalkozást csináló embernek olyan furcsa, hogy miért kell ott most olyan idegesnek lenni, hogy Istenem prömmel, és hát akkor belesül, hogy nem érzi annak a tétjét. És ha a párod nem érzi annak a tétjét, akkor abba belehalsz, mert minket szeretni kell, tudod? Na most, mikor egyedül maradtunk a Lilivel, én úgy érzem, hogy nem sok férfi szerelmem volt, nagyon sokat tanultam férfiaktól, nagyon sokat. Tulajdonképpen amilyen most vagyok, annak a pár barátomnak, szerelmemnek köszönhetek, mindegyiktől kaptam valamit. És ha a válás után nem találkozol egy olyan emberrel, akinek megfogod a kezét, és a gyereked azt érzi, hogy igen, akkor a mamának ez jó, a mama boldog. Válás után keresgélni nem szabad. De ez csak az én, bocsánat, mindenkitől elnézést kérek. De a keresgélésnek ideje, én a Lilit 34 éves koromban szültem, utána az ember ne bóklásszon, mert nem lesz harmonikus az ő élete. A szerelem úgy is jön, bármikor jöhet. Megyek a Komjádiba úszni, és soha nem lehet tudni, hogy egy magányos ember azt mondja, hogy Terike, elmegyek magát megnézni, és akkor megiszunk egy kávét. Sose költöznék vele össze, de hát a lehetőség az mindig ott van. Tudod, én azt mondom, hogy talán azért maradtam... Most mutatják a lányodat. Azért maradtam ilyen idős koromra is, nő, mert az a titok, amit egy nő tud nyújtani, amit jelent, az végestelen végig bennem fog maradni. Uh-huh. Újabb telefon, jó estét! Jó estét kívánok! Jó, megint nagyon halkan halljuk. Igen, önöket is alig. Jó estét kívánok! Jó estét kívánunk! Üdvözlöm a Bota Gábor urat és a Tordai Terikét! Köszönjük szépen! Köszönjük! Hát nem 20 évet tessék letagadni, drága művésznő. Nem lehet azt letagadni. De látszik nagyon. Az fiatal. De. Drága művésznő, hát én mondanám, jó estét nyár, jó estét szerelem. Ez a szívemhez nőtt. Ahányszor vetítik, mindig nézem. Igen, az egy csodálatos film. Nagyon szép film, és én nekem tetszett. Megmondanám a Piroska és a Farkas. Így van. Mészáros Márta csinálta, az egy koprodukció volt. Én voltam a nagymama, és voltam azt hiszem 42-43 éves. Egy esős vasárnap, ez is nagyon régi film. Igen, arról már beszéltünk, az lényegében ugye az első. Igen. Köszönöm szépen. Serű a pecsétgyűrű, az is régi, 67, ez is megy egy nagyon jó. Hú, az egy krimi volt, én krimi emlékszem, gyerekként láttam, és nagyon izgi volt. Köszönöm szépen, elég lesz viszont hallásra, és akkor még lesz azért, ha jól számoltam, 2 telefonra. Tudod ki nekem egy példakép, és amilyen, hogy én szeretnék
most, hogy megszületett a harmadik unokám, 120 évre kódoltam be magam. A nézők most nevethetnek, mert a 120 év az sok, de abból egy kicsit visszaszámítva, szóval kibővítettem az életet. És ezért hiszem, hogy be fog nekem jönni egy olyan szerep, amilyen a Makarcsinak, a Darvas Lilinek a szerelem volt. Tudod? Ilyenre vágyok. És hiszem azt, hogy a fiatal generációból fognak egy olyan idős női szerepet szeretnék játszani, amin a Skalla lányokban a Giza. Tudod, ugye a Skalla lányok, nem mindenki, ugye a Macska játéknak, tehát Örkény macskátok című darabjának, kisregényből, egy kétszemélyes Béres Ilonával csináljuk. Igen, ez egy másik. Jelenleg a Nemzetiben megy, ugye? A Nemzetiben a Bajor Gizi szalomban, igen, Vidnyánszki minket befogadott, és akkor helyünk lett, tudod. Ezt én találtam. De játszottátok ezt az Óbudai Társaskönyvben, meg többfelé. Többfelé játszottuk ezt, azt szeretjük. Egy kis üzenet, tudod, annak, hogy nem baj, ha az ember megöregszik, hogyha még tele van Ili oldaláról szerelemmel az Orbánné, és a másik, aki kinnél nyugaton, Garmisch-Partenkirchenbe, szinte a rossz körülmények között élő testvérének az életét éli meg a tolószékbe kötve. Ugye ez, ha akarom, egy kicsit a te dilemmád, igen, volt, ez az Örkényi, igen, dilemma, amit még ugye abszolút a vasfüggöny idején, igen, írt, hogy kint van egy kikerült testvér, igen, ugye nyugaton, itthon, aki rosszabbul él, anyagi és szociális van, minden. De éli az életét. De él, igen, és beleveti, igen, magát, igen, és nem rest öregkorában is vadul és őrülten, és féltékenyen, igen, szerelmes, igen, lenni. De ez a gyönyörű most, hogy mondod, ez ránk mérhetetlenül jellemző magyarokra. Tudod, itten össze-vissza kutyulódunk meg áskálódunk, nyitottak vagyunk. Nyitottak. Ez hiányzott nekem egy kicsit kint. Zártabbak az emberek, furcsa mód. Itt mi veszekszünk, gyűlölködünk, de egyszerűen szívvel és dinamikával csináljuk. Tulajdonképpen a macskajáték is erről szól, hogy van annak egy varázsa azért valahol, hogy itt élünk. Legalábbis én ezt így érzem. Van egy varázsa. Aha. Minden problémájával együtt. Hát csak vagy 10 évvel hamarabb halunk meg, mint aki kinnél, azért az nem annyira jó, ugye az átlag életkor. Nem tehát, tudom. Hogy jobban tönkre megyünk mi. Tehát azért megnézel egy idős embert, aki kintről jön, és látod, hogy ha én megnézem, akkor legfeljebb járni tudja a világot, mert van rá pénze, akkor is, ha egy sima általános iskolai tanár volt. Lehet így élni. De én különben, tudod, úgy gondolkozom, főleg azért, hogy most nagy család van a Lili körül, és ezáltal velem is, hogy én el is határoztam, hogy én mosolygós és pozitív példát akarok adni, még ebbe a bonyolult, nehéz világban is, mert erre szükségük van, igen, a fiataloknak. Az Őszínházban játszottál, mi volt az a hercegnő, vagy kit játszottál? A Bolond Ásvainét csináljuk a Harsányi Zsoltnak. Nem, ez régebben volt. Don Carlos, vagy miben volt? A Don Carlosban? Igen. Eboli voltál? Nem, voltam, már később egy ilyen infáns nő voltam, hogy hívják. De egy ilyen nagyon negatív nőt játszottál, igen, aki a darab szerint aztán a gyűlölet, igen, és a gyilkos tekintet, igen, és az áskálódás, és te pozitívabbra játszottál, azzal az ideológiával, igen, hogy úgyis olyan rémes ez a világ, ha bejön a szegény néző, aki kinyögi a jegy árát, akkor kapjon egy kis. De ez nem az a figura volt, tehát, hogy ezt lehet azért csinálni? Lehet, mert az egy kis szerep volt, és a Cserhalmi volt egy ilyen beszéd, egy levél, amit át kell juttani, és én olyanra vettem a karaktert, olyan asszonyra, aki hisz abba, hogyha ő keveri ott a dolgokat, azzal ő jót csinál. És úgy érezte, hogy igenis, tessék kiutasítani, és úgy érzi, hogy igaza van. Nézd meg azok az emberek, akik a gonoszságot is úgy lehet mondani, a gyűlöletet is úgy lehet mondani, hogy hisz abba, hogy neki igaza van, hogy gyűlöl. De nem fontos attól fölvenni az áldászat. Jó, csak attól ez lehet talán a legveszélyesebb, ha még hisz a saját maga gyűlöletében. És hány ilyet látunk az életben, hogy sose fogsz rájönni, hogy Jézus Máriától
óvakodni kell. Ezt itt látunk mindenfélét. Igen, itt vagyok a Pokorniliával együtt. Igen, igen. Ez az a darab pont, ugye? Ez az a darab. Bagó Berci rendezte, így van. Így van. Egy nagyszerű előadás volt. Hát oda fiúk, pripszapsz megkeresik. Igen. Hát tegnap még csináltam, mert most a Bagó Berciről jut eszembe az Ulickajának a odaadósi... Ja igen, ez a rózsavölgyi. Igen, a rózsavölgyi szalomba, igen, odaadó hívet Surik. És olyan jó volt, hogy tavaly eljött megnézni az Ulickaja, és nagyon tetszett neki az előadás, mi meg örültünk, hogy ott van. Nagyon szereti a közönség, a Berci azt nagyszerűen csinálta meg, és egy teljesen más társaság jött össze, más kollégákkal jöttünk össze. Nagyon hiszek abba, hogyha jól van kiosztva egy darab, és filmnél, színházban mindenütt, és a színész együtt, akkor abból ragyogó közös munka születik. Nagyon, nagyon, nagyon hiszek a színészeknek az közös munkájába, kire tudsz odafigyelni, ki ad jó végszót, kivel jó játszani. Ilyenekben nagyon hiszek. Kicsit régi stílusú vagyok, én tudom. Én tudom, még akkor is, hogyha a Gál Erzsénél a legmeredekebb dolgokat, tehát én ezt nagyon tudnám csinálni, és a szívem csücske mégis az, hogy hát hol az érzelem, hol a katarzis, hol árulsz el valami olyan titkot, amit majd magával visz a közönség. Ezt nem minden rendező szereti, de azt is tudom csinálni, de a szívem csücske az ez, hogy egy picit megbizgatni az embereknek a szívét, meg a gondolatát. Mm-hmm. Újabb telefon, jó estét! Jó estét, üdvözlöm Önöket, szeretettel, Kata vagyok. Hát meg kell mondjam itt sokadiknak, hogy Tordai Teri szépsége nem kopik az idővel, és ez nagyon örvendetes. Köszönöm szépen. Hát amit még nem mondtak, már annyi mindent mondtak, az Egy magyar nábobban szerepelt, igen. Akkor a Klinika főszereplője, az a német színész, a Sasa Heng, tudom, ő igen, is volt partnere. Van. Igen, igen. Nagyon szeretem, ahogy öltözik, rettentően ízléses, szolid és visszafogott. Némi irítséggel mondom azért 156 centimmel természetesen, amit viszont gyakran látok, talán kétszer is a Ridikülben szerepelt, a Jakubcsek műsorában, és nagyon nekem az az üzenet jött le, hogy egy nő bárhány éves is, ne felejtse el, hogy ő nő. Igen. És ez nekem nagyon tetszik, szeretem ott a bölcsességeit hallgatni, ami mögött élettapasztalat van nyilvánvalóan. Igen, köszönöm szépen, hogy ezt mondja. Igen, és valami ezzel is előkerült ott, azt hiszem, egy anyák napi talán a Lilitől, vagy igen. Valami nagy szeretettel emlegette. Igen, ez egy jó kapcsolat nekünk együtt, igen. Mert én azt mondom, amikor az ember megszül egy gyereket, akkor jó, édesanyja vagyok, ott kell lenni, de az egy külön egyéniség, nem beleszólni. Azok ő életet csinálja úgy. Van egy öröm az életemben, a családon kívül, hogy például most sokat beszélgetünk együtt, Gábor, de megtanultam azt, hogyha fiatal kollégákkal dolgozom, akkor én meghallgatom őket, nem szerepelem magamot túl, mert én is az idős kollégáktól mindig menekültem, hogy jó, kapom a tanácsot, jó, de borzasztó. Szeretem őket meghallgatni, és már 10 percet tudom, hogy mást kéne csinálni, de amíg ő nem jön rá, jöjjön ő rá. Tudod? És ezért jóban vagyok a fiatalokkal, remélem ők elköszönök is. Elköszönök Katától. Elköszönök, nagyon szeretem, ahogyan látja az életet. Gratulálok hozzá. Köszönöm szépen, Kata. További jó egészséget, viszonthallásra. Viszonthallásra, és természetesen jár rá a két jegy. Még egy telefonra módunk lesz. Jutottál úgy padlóra, hogy azt érezted, hogy nem állsz? Igen. Mikor? Akkor, amikor volt, amikor a Lili, az már egyetem volt, színvészeti egyetemre járt, és akkor olyan szabad lettem, mint egy gyerek, és a Gál Erzsi meghalt a József Attila Színházban. Igen, ez és egy hirtelen éreztem, halál volt. Az egy hirtelen halál volt, és annyira jól dolgoztunk együtt, és annyira nekem szakmailag az egy csoda volt, olyan, mint most a fiataloknak a Zsótér, mert a Zsótér meg a lányomat rendezte az egyetemen. Tehát vannak ilyen ajándékrendezők. És akkor úgy éreztem, hogy lépni kell. Elmentem Veszprémbe, ott volt a Kézdi Gyuri, Bősze Gyuri, Novák Peti, szenzációs társ voltunk ott együtt. Nagy az, és akkor egyszerre csak kirúgtak. Igen.
Igen, Kézdi Györggyel együtt Kézdi egyébként. Györggyel együtt. Jött Kolti Helga. Hát igen, nem akartam kimondani az igazgató nevét. Az egy kupánverés volt, mert fölhívtam a Lilit, aki éppen próbált Alföldi Robival, meg Tordival. És mondom, Lili, kirúgtak. Hogy, mama? Mondom, életemben először kirúgtak. És hallottam, hogy üvölt a hátul a Alföldi Robi, hogy hát Terivel meg lehet csinálni, milyen ez a szakma. Nagyon megijedtem. Nagyon megijedtem. Mert akkor már azért... Igen, akkor azért már úgy éreztem, hogy stabil vagyok, hogy letettem valamit, hogy velem ez nem történhet meg. Mindenkivel minden megtörténhet, és a következőt csináltam. Ezt kint tanultam meg. Nem szégyen az is, fölhívtam először az Iglódi Istvánt, azt mondta, hogy nagyon sok én korombeli hölgy van, mert ugye az Istvánt ismertem. Iglódi akkor a nemzeti igazgatója volt. Utána jelentkeztem a Marton Lacinál a Big Színházba, de dettó ott is, hát ott volt az osztálytársnőm, az Erika, a Szegedi Erika. Mindenütt ez az idősebb korosztály tele volt. És akkor jött egy szerencsés dolog, hogy a Márta Pistánál is jelentkeztem az Új Színházba, ők is tele voltak, szóval nem volt rám szükség, de egy szerepre a Bolha a fülbében, egy nagyon kis szerepre hiányzott valaki, és azt megkaptam vendégnek. És akkor vendégként ott fölléptem, amit a Vidnyánszky Attila rendezett. És egyszer irigyeltem nagyon egy társulatot, arra most emlékszem, most jutott eszembe, egyszer, amikor a Művészszínház megalakult Törőcsikkel, a kezdete, amiből később a Kelemen lett, amikor a Bánság Ildikó, amikor a Hernád Jutka, Meszli Jutka, akkor őket nagyon irigyeltem. Igen, mert ő nagyon ígéretes volt, aztán elég hamar szét. Na de ezek az emberek, ugye a Gáspár Sanyi, az Eperjes, a Bubik még élt, itt voltak az Új Színházban. Tehát megkaptam őket, jó kis szerepet játszottam, de egyszer csak ragyogó társaságba kerültem, tudod? És akkor beugrottam valaki helyett még egy másik, a Roberto Zuccóba, és akkor jött a Vidnyánszky Attila egy csokor, soha nem felejtem el, ilyen tejarózsa csokorral és a szerződéssel. Ő volt a művészeti vezető, a Vidnyánszky Attila és a Rudolf Peti, és a Márta Pista volt az igazgató. Tehát akkor kerültem én oda, amikor ők voltak a vezetők, na, és boldog voltam. Na, Roberto Zucco az egy nagyon más előadás volt, mint nagyon, ami, és nagyon, egy nagyon jó előadás nagyon volt. Jó előadás az volt. Egy nagyon kemény, nagyon kegyetlen, ugye egy tömeggyilkosról így van, szól. Így van. Nem voltunk vele Pécsen is, a fesztiválon nagy siker volt. Ott nagyon szép dolgokat csináltunk, a veszedelmes viszonyokat a kis Csabával. Na, ott meg visszajött az erotika. Ott visszajött, erőteljesen. Igen, erőteljesen visszajött, már mint anya szerepben az erotika, igen, a nőiesség, és az nagyon szerette a közönség, akkor ott nagyon jó dolgokat, szerettem ott lenni, illetve hát most is ott vagyok, csak megváltozott minden, 8-an maradtunk a régi kollégák közül. Nem volt neked dilemmát? Hát hiszen sokan eljöttek, amikor Dörner György oda került igazgatónak. Ez egy jó kérdés, Gábor, mindenki másképpen gondolkodik. Én nekem azóta az érzésem voltam, azt hiszem 67-68 éves, de különben erről nekem ez a meggyőződésem, csak nem mindig lehet megcsinálni, mert minden igazgató hozza az új embereit, ez a szokás. Tehát ahogy Veszprémbe is új embereket hoztak helyettünk, itt is, itt azt hiszem 6-an maradtunk a régiek közül, azt mondtam magamban, hogy itt van a műszak, akikkel együtt vagyok 10 éve. Itt van a 8 kolléga, akikkel együtt vagyok 10 éve. Én már nem tudok váltani. Én nem tudok elmenni. Nem vagyok már olyan rugalmas. És csak a munkába hiszek. Azt gondoltam, hogy ha jól dolgozunk, becsületesen dolgozunk, annak mindig megvan az eredménye. Nem mindig minket kell lecserélni. Az az érzésem, tudod? Nem vagyok már hozzá elég bátor. De el kell mondjam, hogy ez alatt a 3 év alatt azért a nemes vadak elmentek, őszintének kell lenni. Bánság Ildikó elment a Nemzeti Színházban. Takács Kati, a vezető színésznő elment nagyszerű helyre Kaposvárra, mert ő így döntött. Tehát a nagy vadak elmentek, lett egy luk.
véletlenül, erről én nyíltan és őszintén beszélek, jó helyzetbe kerültem. Mert így lehetett megcsinálni, hogy először a Helyei Lacival, Isten nyugosztalja, sajnos meghalt, megcsináltuk a Gyertyák csonkigéknek-et, szép előadás volt. A Bolond ásvainét szeretik, mert az olyan, mint egy Titanic film. Alávestő zenével sírnak, zokognak az emberek, szeretik. A Nem élhetek Muzsikacót, az Esztergályos Cilivel, Császár Angilával. Tehát én igazából szerepice boldog vagyok. Nehéz dolog reklám nélkül dolgozni, és akkor finoman fogalmazok, de az idő sok... Igen, mert valljuk be, van egy újságírói bojkot, így én van. Is ezt csinálom. Tehát nagyon sokan. Nem megyek. Így van, és hogy legyünk őszinték és becsületesek, például a legjobb barátnőm az Ilona se jön el megnézni. Ja, tehát teljes Ilona, mert mondta, hogy Teri, nem megyek el. De ezt én úgy érzem, hogy európer emberek ezt nagyon elegánsan és okosan kezelik. Én így döntöttem, más úgy dönt, hogy Teri, sajnálom, de nem megyek el. És ezt el kell fogadni. Ez egy nehézség, de aki meg eljön, annak úgy érzem, hogy tudok nyújtani valamit. Uh-huh. Utolsó telefon, jó estét kívánok! Jó estét kívánok, Gulyás Éva vagyok, üdvözlöm Önöket. Itt elhangzott az előbb Béres Ilona neve, és én szeretném említeni, hogy én valamikor, mert nem tudom, hogy Pesti Színház volt akkor, vagy még Nemzeti Színház, de volt egy Csütörtöki Hölgyek nevű rendszerűen, ahol a három nagy színésznő együtt, Béres Ilona, Mór Marian és Tordai Teri. Szerintem ez egy kitűnő előadás volt. Én most nem olyan régen láttam egyébként ezt a Surikot, Uliszkájának a, igen? A Surikot, és a Szkalalányokat még az Irodalmi Múzeumban egy pár évvel ezelőtt. De szerettem volna egy picit visszatérni a fiatal korára, mert úgy érzem, hogy arról nem hangzottak el igazán értékes művek, vagy filmek, vagy darabok, de én nekem nagyon nagy kedvencem, és bár én Sarkadi rajongó vagyok amúgy is, de a Gyáva, című film, szerintem igen. Az egy fantasztikus. Köszönöm szépen. Köszönöm, az egy nagyon szép munka volt, és hát óriási partnerekkel. Kálmán György és Kállai Feri, hát az egy ajándék volt, és a Huszti Péter fiatalon, igen. Éppen akkor végzett Péter a főiskolán. Ezek, azért köszönöm, hogy megemlítette, mert ezek tényleg olyan maradandó dolgok, amik 10-20 év múlva is levetíthetőek, mert egy korról adnak, hát nem véletlenül Sarkadinak a írói művészete. Kitűnő volt az alapanyag, a társulat is tényleg, és a rendező Mihály Fis. Igen, igen. És annyira szerettem volna, ha ez elhangzik a fiatal korában. Nagyon szépen köszönöm. Én is nagyon szépen köszönöm, hogy sok sikert kívánok ezt elmondta. Viszonthallásra. Köszönöm szépen, viszonthallásra. Viszonthallásra. Állítólag veszett nagy unokázó vagy. Igen. Hát igen, kiteljesíti az ember életét. Úgy volt, hogy mikor megszületett Dorka, akkor 6 hétre nálam volt a két fiú. Nem volt egy könnyű meccs, reggel keltem 17:30, és nem árultam el a Lilinek, hogy itt nagyon... vannak unokák, igen, tessék, igen, és Lili igen. Megint, igen. Kutya neve? Kutya neve, ő Bizsú, ő a Lilié, őt az Alföldi Robitól kapta, a Bizsú kutyát. Az a Móka a feneke, meg van egy Janó kutyám most, azt hiszem ez a Janó. Aha. Itt vagyunk együtt, nagyon sokat kirándulunk. Igen, tudod, az van, hogy nem lehet elfelejteni, hogy anyuka pedagógus volt, és én tanítóképzőt végeztem. Igazából jobban értek a gyerekekhez, kutyákhoz, és legkevésbé a férfiakhoz. Ez így maradt. Ki gondolná ezt? Én ezt így, mert például, mikor a Lili megszületett, akkor teljesen a Lilire fókuszáltam, ezt nem lehet csinálni. Szóval valahogy én a férfiakat nem tudom kezelni, de persze ebből nincs nekem tragédiám, de azért az embernek jobb, ha önkritikája lenne, mert a legnagyobb tiszteletet, szóval például, hogy a Béres Ilona élik, hiszem 30-valahány évet lehet, hogy a férje, az gyönyörű, vagy a Lilinek látom, hogy lekopogom, hogy olyan szépen vannak eszik, hogy ezt azért helyére kell tenni, hogy ez nekem nem sikerült. Tudod, ezen én mosolygok, de ez nem egy egyszerű dolog. És így az unokák viszont kitelje. A gyerekekhez, kutyákhoz türelmem, a gyerekekhez, kutyákhoz, bolondokhoz. Képzeld el. De hát ez egy bolond szakma. Igen, gyerek maradt a lelkem, van a fiúkkal, úgy hívjuk magunkat, hogy aranycsapat, de elmagyaráztam, hogy Puskásék aranycsapat, mert az én édesapám csak rádió volt, és akkor csöndbe kellett lenni, mikor ő hallotta a jözében. Mutattam nekik fényképeket, meg minden. Azért innen látszik, hogy a
lelkemben az van, hogy nagyon szeretem a férfiakat, mert mi lányos család voltunk, lányom volt, és nagyon élvezem a fiúkat. Ebatták, haszontalanok, minden, de valahogy a férfi világ az... Szeretem a férfi világot, ez az igazság. Na, én pedig nagyon élveztem veled a beszélgetést, és köszönöm, hogy jöttél. Örülök, hogy itt voltam, Gábor. Én is örülök, és annak is örülök, hogyha néztek minket. Természetesen egy hét múlva, és lesz Bótakafé, hú, az már május, és ha jól számolom, 6-a, szerda este 8:55-től. Egy olyas valakivel várom önöket, aki szintén nagyon szuggesztív személyiség, és a legelső Bótakafénak volt a vendége, és miután így március elején 3 éves lesz a műsor, úgy gondoltam, hogy visszahívom. Müller Péterről van szó, akit mindenki ismer, nagyon sokat tud a lélek dolgairól, van, aki vitatja, amiket mond, én is jókat szoktam vitatkozni vele, tiszteljük egymás nézeteit, és hát hihetetlen, hogy milyen erőteljesen és lélektől lélekig tud beszélni. Tehát akkor április 6-án, szerda este 8:55-től a 3 éves Bótakaféban Müller Péterrel várom önöket, ezúttal is várom a telefonjaikat, a Skype-jaikat, és megint lesznek ajándékszínház jegyeink is. Viszontlátásra! A műsor médiapartnere a Népszava.